A kápolna és környéke, a felújítás és a kápolnát a lakott részekkel összekötő út megépítése után a korábbinál is kedveltebb kiránduló helyé vált. A környezet rendben tartásában a Berkenye baráti kör jeleskedett eddig, most egy, az egykori út mellett álló 1804-es kereszt megmentésén fáradoznak a Zorica tánccsoport önkéntesei. Első lépésként a keresztet és a közvetlen környezetét tisztították meg a bozótostól, ott jártunk, kor még javában folytak a munkálatok. Egy csömmel jártunk el, de egyszer két család, és akkor merült fel ez a gondolat, hogy kicsit jobban láthatóvá tenni, mások számára is megközelíthető legyen ez a dolog, és hát most sikerült elég sok önkéntest mellénk szervezni, aminek nagyon örülök végül is, hogy ismét csapatmunka volt. Mind gyerekek itt partizánkodtunk abban az időben, és akkor találkoztunk először ezzel a kereszttel, és hozzátartozik végül is, úgy gondolom, ehhez a településhez, mint minden településnek megvan a maga keresztje mindenféle téren, de ez számunkra végül is kedves, mert mondom, gyerekkorunkra visszanyúlik ez az emlék. No, és hát akkor adódik a kérdés, hogy azért itt mindenki, aki körülnéz, láthatja, hogy elég dús vegetáció burjánzik, hogy ez a mostani állapot, hogy most ki lett ez tisztítva, ez meddig tartható fent, és akkor adódik a másik kérdés, hogy akkor esetleg visszajönnek időközönként, és újra kitakarítják, vagy pedig mi lesz ennek a sorsa? A helyzet az, ha ilyen jó időszakunk lesz, tehát ilyen esős időszakunk, egy hónap, másfél, és ugyanúgy visszaveszi a természet, ami magáé. Öcsémmel végül is az a tervünk, hogy visszajárunk rendszeresen, és kitakarítjuk. És ugyanúgy felkérjük az önkénteseket, hogy támogassanak minket. És hát ugye itt van mögöttünk a kereszt, és látszik rajta, hogy azért ez egyébként felújításra szorul, és azért ez bizony szakmunka. Erre vonatkozólag valakinek van-e terve, vagy ötlete, gondolata? Erről is volt szó, de ezt a kérdés jobban körbe kell járni, mivel meg kellem őrizni végül is a magába a jellegét a keresztnek. Ha jól tudom, Érden és Tökön is felvállalják a temetőkben, meg az utak mentén lévő kereszteknek úgy a helyrehozatalát, tehát állag megolvását és a rendbetételét, mindegyiket. Ahogyan azt az akció egyik főszervezőjétől, Bosnyák Istvántól megtudtuk, a környékbeli rácok által is lakott területeken, például Tökölön és Érden, az ottani kereszteket a helyi nemzetiségek gondozzák, ápolják. A kápolna szomszédságában álló kereszttel az Zoricának hasonlóak a szándékai.